Köszöntöm Önöket, mai vendégünk dr. Aradi Erzsébet, a Gyermeképség Alapítvány kuratóriumi elnöke. Főorvosnő, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta ismét meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, én is sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Még néhány nap és gyermekegészségügyi napot tartanak, rendeznek a Kátai Gábor Kórházban. Mikor lesz pontosan ez a rendezvény? Rendezvényünk immáron a negyedik alkalommal, november 16-17-én lesz, 16-án pénteken délután 2-től 5-ig, és 16-án szombaton délelőtt 9-től 12-ig tervezzük. Említette főorvosnő, hogy ez már a negyedik alkalom, hogyan sikerült, hogyan értékeli az elmúlt 3 év rendezvény sorozatát. Nagyon örülünk, hogy eljutottunk a negyedik alkalomhoz. A legelső olyan esetleges volt, hogy jó lenne egy ilyen tájékoztató, beszélgetős, egy kicsikét a szülőkkel, pedagógusokkal, egészségügyi dolgozók, társszakmákkal egy kicsikét tárgyalni arról. Tényleg ez akkor hogyan jött ez az ötlet? Akkor tulajdonképpen az Anyatej világnapja egy kicsikét elcsúszott, ami ugye augusztusban van, és akkor októberben tartottunk meg egy ilyen közös rendezvényt a körzettel, de végül is túl soknak bizonyult akkor a téma, és akkor a második már úgy volt, hogy tényleg kórházi, csak a kórház rendezte, és a Gyermeképség Alapítvány. És akkor mindig adódott a sok kérés, hogy de ezt is meg kellene beszélni, arról is szeretnénk hallani, jó majd jövőre. És akkor így már tavaly a harmadik alkalom volt, és el kell mondjam, hogy olyan sikeres, hogy legszebb álmaimat is felülmúlta, és bevallom őszintén, úgy gondoltam, hogy talán meg se kellene rendezni az idejét, hiszen egy kicsikét szűkebb a helyünk, még most a rekonstrukció után nem állt teljesen helyre automatikusan minden, és hát mondom majd jövőre, no, de annyi helyről érkezett a kérés, keresés, hogy segítőkészség is, hogy azt mondtam, hogy jó, amit tavaly felvetettünk, hogy milyen témaköré csoportosítjuk, hát akkor mégis megszervezzük. Milyen témaigények vannak egyébként ezzel a rendezvényel kapcsolatban? Melyek azok, amelyről a legszívesebben hallgatnak a szülők? A mai kor kérdései merülnek fel itt is. Tulajdonképpen, amik televízióban, rádióban hallhatók, illetve amiket hát tapasztalnak iskolában, hétköznapok szintjén, óvodában, meg hát munkahelyükön. Tehát tulajdonképpen az, hogy nagyon felgyorsult az élet, és ez nagyon sok stresszel jár. Tulajdonképpen a stressz nagyon sokféle módon próbálja az ember levezetni, akár legyen gyermek, akár felnőtt, túlzott tevéssel, vagy túl sok mozgással. Mi a túl sok mozgás most? Tehát mindenből van egy normális határ, ami az egyedi ember teherbíró képességének, idejének, beállítottságának és egyéb elfoglaltságainak is megfelel. Tehát egyre nagyobb gond az a mai világban a gyors információáramlás és a nagyon sok tudományos felfedezés és ismeretanyag involválása, bevételezése, megismerése közben, hogy mi az, ami nekemre szükség van. Elárasztja a világot a rengeteg információ, áruba a rengeteg kínálat, tehát úgy tűnik, hogy mindenből óriási bőségünk van nekünk, holott a világ másik részén éheznek, és tulajdonképpen egy csomó minden jót akarunk tenni mindenkivel, csak éppen azzal nem törődünk, hogy magunk, a magunk családja hogy nevelkedik fel. És ez azért fontos, mert hiába sokan nem kedvelik, de a család a társadalom építő alapvető sejtje és ereje. És tulajdonképpen a családi kapcsolatok a legdöntőbbek a gyermek növekedése, nevelkedése szempontjából, és nem mindegy, hogy milyen generáció növekszik fel. És pontosan ezek a problémák, hogy mit együnk. Például a tavalyi egészségügyi nap alkalmából ezt jártuk körbe, hogy tulajdonképpen a minta, a szülői minta, hogy hatnak a reklámok, mit lát a gyermek az iskolában, mit hall a pedagógustól, óvónőtől, orvosától, és a szüleitől, na most ez
Ha mindegyik egyező, és mindegyik megfelel a reklámoknak, nagyon rossz. A reklámoknak, meg a mai trendnek nagyon rossz. Ha mindenhol mást hall, vagy akkor most melyiket döntse? Tehát hogy vagyunk mi jó szülei a gyermekeinknek, hogyha az életre is neveljük őket, meg engedünk is nekik, szóval hol az a középút? A szülők hogyan látja, a szülők mennyire tájékozottak, mennyire tudják megoldani az ilyen jellegű problémákat a családokon belül? Tehát mekkora segítség egy ilyen rendezvény a szülőknek? A kérdésekből, és úgy ítélve, és abból, hogy egyszerűen tényleg muszáj volt megrendezni megint az idén ezt a néhány kis előadással tarkított napot, mert úgy tűnik, hogy szintén nagyon sok mindent tudnak. Az interneten rendelkező, intelligens, értelmes szülők rengeteg információanyaggal rendelkeznek, akár egy orvosi témában is. Amire ők kíváncsiak, azt ők meg tudják nézni, és sokszor többet tudnak, mint egy orvos. De hogy fordítsák le ezt a hétköznapokra? Ez a nagy gond. Vagy aki nem rendelkezik internettel, vagy rendelkezik, de úgy nem érdeklik annyira a világ gondjai. Egy kicsikét ő is ideges, stresszes, mint szülő, el van foglalva a saját maga problémáival. Akkor vagy az van, hogy vagy mindent odaad, megvesz a gyereknek, csak éppen időt nem tud eleget rászánni, vagy az van, hogy hagyjál már békén, ha szegény vagyok, akkor nincs rá pénzünk a gyerek, mindig ezt hallja, nincs rá pénzünk, akkor hogy motiválja a gyereket? Hogy érje el azt, hogy a gyermek többre vágyjon, mint ő? Próbáljon tanulni, vagy tisztább lenni, vagy nem tudom. Hát, szóval magyarul a hétköznapokra lefordítani, hogy én most ebbe a percbe hogy válaszoljak a gyermekemnek, vagy mit mutassak neki, az borzasztó nehéz, úgy tűnik számomra. Hát nekem se volt könnyű, meg azt hiszem, hogy jó szülő. Hát minden bizonyos szempontból jó, minden bizonyos szempontból rossz, tehát annyiféle nézőpont van, de azért törekedni kell arra, hogy egy olyan kiegyensúlyozott, talán így mondanám, kiegyensúlyozott arcunkat mutassuk a gyermek felé, vagy legalábbis... Vagy ha hagyjuk láttatni azt, hogy most rossz kedvű vagyok, vagy most jó kedvű, most sok időm van, most nincs időm, de tárgyaljuk meg, beszéljük meg. Ki a rendezvénynek a célközönsége? Most arra gondolok, hogy gyermeket nevelő szülők, gyermekek, nagyszülők, gyermeket tervező lendő szülők, kiket várnak? Mindenkit, akinek köze lehet a gyermekhez, hogy így mondjam. Tehát végül is mindenkinek, mert a postás bácsinak, a szomszédnak, nem csak a szülőnek, hát a pedagógusok, óvodapedagógusok természetesen még inkább, de hogy tudjanak együttműködni például. Tehát nem azt mondom, hogy mindenki egy elvet valljon, egy nézetet, csak egyik se olyan agresszíven és erőszakosan, a saját szülő, vagy a saját gyermekének a szülő pedig képes legyen megmagyarázni azt, hogy nálunk ez így szokás, mert én úgy gondolom, hogy ez a jobb, de van olyan is, aki úgy szokta. Hát nem egyformák vagyunk mi sem, meg nem teljesen egyformán élünk a különböző földrészeken, különböző országokban, vannak helyi szokások, és mindegyik megélés, mindegyik jó, és mindegyiknek megvan az értelme. És a lényeg az, hogy azt fogadjam el, ami nekem nem árt, és máshogy van, hogy jó, jé, hát ilyen is van, de azért a szülő, ha az egy építő, egy jó indulatú, egy olyan értékrendet ad át a gyermekének a viselkedésével, a nevelésével, amely egyetté teszi. Tehát nem arra neveli, hogy most minden oké, és soha nem lesz semmi baj, amíg engem látsz. Arra se, hogy kicsapom az utcára, és majd a jéghátán is megél. Hanem az, hogy láttassuk a gyerekkel, hogy mindig korának megfelelően természetesen, hogy így is lehet, úgy is lehet, emígy is lehet, ami szokásunknak, vallásunknak, vagy nem vallásunknak, úgy ez felel meg, és mi így alkotunk egy családi közösséget. Ha te majd felnősz és más fogsz gondolni, mi elfogadunk úgy is, mert mindenki egy külön önálló lény. De amíg én felelek érted, amíg ha egyszer már
Én szerettem volna, hogy legyünk egy család és legyen gyermekem. Amíg én felelek érted, addig igyekszem átadni azt a szokásrendszert, amit én is hoztam magammal, kiegészítve azzal, ami már bennem mást váltott ki, mint amire engem neveltek, vagy mint ahogy én szoktam gyermekkoromban, mert a világ változik. Hát egyetlen biztos van életünkben az állandó változás. Főorvosasszony, tekintsük már át egy picit kevcsinálóként a programokat. Mely témakörök, vagy témakörök köré csoportosítják az idei rendezvényt? Azt nem mondtam, hogy a tavalyi alkalommal is, meg most is, a péntek délután az újraélesztésről szól, mert azt hiszem ez olyan dolog, amelyet mindenkinek illik tudnia, nem csak hogy illik, hanem ha van valakiben segítőkészség, bárhol, bármikor lehet arra szükség, hogy tényleg segítsen a gyermeken is, ne csak kiabáljon, felnőttön gyermeken, tegye, amit tud. Ahogy megint felírtam ide mottónak, hogy tedd, amit tudsz, azzal, amit van, ott, ahol vagy. Tehát tavaly azt írtuk címnek erre az első napnak, hogy az újraélesztés nem hőstett. Ez tényleg olyan kézenfekvő, de az volt a tapasztalat, hogy borzalmasan sokan érdeklődtek. Kérdezők is voltak, tele volt a terem zsúfolásig. De amikor gyakorlatra került a sor, nagy nógatásra hárman, négyen térdeltek oda a... Pedig ez egy alapvető dolog. Alapvető lenne, dolog, ugye, és ott tényleg... Igen. És ott tényleg minden eszköz megvolt arra. Orvos, mentős, megvoltak a babák, a csecsemő méretűtől a felnőtt méretig. Tehát lehetett gyakorolni a befújást. Hát ehhez képest gyakorolta mondjuk főleg az orvos meg a mentős, és vagy hárman, négyen. De érdekes módon ide írtam, hogy közkívánatra. Mert az volt, hogy majd jövőre most még nem merjük. Úgyhogy nem is azt a címet adtam megint, hanem azt, hogy lélek jelenlét. Mert tényleg ez a legfontosabb, és lásd, halld, érezd. Tehát ez tulajdonképpen sarkalatos mondatok és gondolatok magában az újraélesztésben is, ahogy megállapítom, hogy szükség van-e egyáltalán újraélesztésre, de ha kiterjesztem, lásd meg, ami melletted történik, ne fordítsd el a fejed. Halld, hogyha nem látod, de valamit hallasz, hogy csak nincs valami baj. És érezd át azt, hogy mi lenne, ha az én testvérem, gyermekem, stb. Hozzátartozómmal lenne baj, akkor is csak elfordítanám a fejem, bedugnám a fülem. Vagy akár velünk is lehet. Vagy akár velünk. Igen. Tehát ez lesz, és én most egy kicsikét máshogy fogjuk rendezni, és én úgy gondolom, hogy így többen fogják gyakorolni. És a második nap pedig szombat délelőtt pedig a program mottója a lélek tápláléka. Ugye tavaly mondtam, hogy tulajdonképpen az egészséges táplálkozásról volt szó, de úgy, hogy épp testben, épp lélek, és itt a testi táplálékok voltak a fókuszban, többféle szempontból megvilágítva, ki mit tart helyesnek, elfogadhatónak, most pedig a lélek tápláléka. Hát, hogy van-e lélek, ugye, hát arról egy külön napot lehetne legalább elfilozofálgatni, mert az ókor óta már tényleg a filozófusok vitatkoznak azon, hogy van lélek, nincs lélek, mi volt előbb, a test, vagy a lélek, vagy a lélek, vagy a test, de az biztos, hogy Hippokrátész, az ókori, máig is elismert orvos, már pszichoszomatikus szemléletű volt, bár a pszichoszomatika szó, hozzá kell tennem, csak a 19. században fogalmazódott meg, akkor újra kitaláltuk, hogy jé, talán mintha lenne lélek is, meg a testnek, meg léleknek egyensúlya. És Hippokrátész azt mondta, hogy az egészség legfőbb feltétele a testi, lelki, környezeti tényezők összhangja. Hát a WHO definíció is ezt mondja, tehát az egészségügyi világszervezet definíciója. És Platón, aki szintén mindenki ismert, ő azt mondta, minden jó is, rossz is a lélekből árad. A lélekből árad ki a testre és az egész emberre. Először is a lelket kell ápolni, és ha ezt jól csináljuk, akkor a fej meg az egész test is egészséges lesz. Tehát akkor ez lesz a fő témája a szombati napnak. A lélek, igen. És el kell mondjam, hogy ezt megint úgy állítottam össze, hogy mindenkinek érdekes legyen. Ezért mondom, hogy mindenkinek lehet hozzá köze, és a célközönség, tehát tulajdonképpen mindenki.
mert mindenki tanulhat a másiktól, az előadók is egymástól. Uh-huh. Tehát lesz óvodapedagógus, Tóthné Kovács Márta egy ringató foglalkozást fogott tartani, persze rövidítve, Soltész Nagy Ibolya pedig a fordítva az épp lélekben, épp test, uh-huh. tehát egy kicsit nagyobb korosztály, akkor jön egy lelkipásztorunk, Berekfürdői lelkipásztor, hogy csend, figyelem, szeretet címmel, ugye ő egy lelkész szempontjából, gondol, nyilvánvalóan a vallásos hitről uh-huh. fog beszélni, ökumenikus módon gondolom, vagy legalábbis úgy kértem. Azután jön dr. Juhász Zsuzsanna, aki gyermekorvos, gyermekházi orvos, és mindenki ismeri, de most, mint a hagyományos kínai medicina orvosa, homeopata, mint aki tanul természetgyógyászati alapmodulokat is, és el tudja mondani, hogy tulajdonképpen a hagyományos orvoslások, akár még a magyar népi gyógyászat is, vajon foglalkozik-e a lélekkel esetleg? Hogy gyógyít? Figyelembe veszi-e, hogy van-e lélek? És akkor egy rövid kávészünet után, amikor is megint lesz teendőjük a látogatóknak, jön gyermekpszichológus a kettes számú gyermekklinikáról, Szentes Anna Mária, hogy szükséges a lelki támogatás az egészséges és krónikus beteg gyermekeknek. Mm. Tehát vagy csak a gyógyszer, meg az, hogy minden, ha mindent megadok neki, összes könyvet, játékot megveszem, mm. az lelki támogatás. Tehát valahogy így. Jön gyermekpszichiáter a Debreceni Kenézi Kórházból, ő pedig a környezet szerepéről beszél a gyermek lelki egészségének megőrzésében, mert úgy véljük, hogy amikor megszületik a gyermek, egy nyitott könyv, egy tiszta oldal, egy tabula rasa, a szülő meg a világ dolga, hogy írjon bele, és hogy mit ír bele, és mi lesz a tartalma, az bizony nyomot hagy a kisgyermekem, függetlenül a örökölt tényezőktől. Akkor itt már egy orvos, ugye, és akkor egy gyermekorvos, egy nagy nevű karcagi gyermekorvos, Pintér Sándor professzor úr ismét eljön hozzánk, és a szülő és a gyermek közé kapcsolat jelentőségéről beszél, és úgy beszéltük meg, tehát, hogy a lelki egészség kialakításában ugye végig fontos szerepe van a szülőnek, de azért a két legkritikusabb időpont, ami a legnehezebb, a kezdőszülőség, tehát a megszületés után, újszülöttkor, esetleg még várandóskor is, és hát a serdülőkor, ugye? Tehát 18 éves korig. És hát a végén én egy kis oldódásnak talán, Humor, mosoly, nevetés címmel, a lelki egészség, a belső szabadság megteremtése, hogy valóban mit jelentenek ezek a dolgok, és én azt hiszem, hogy az előadások, a kérdésekkel együtt, a beszélgetéssel, ezek jól fognak működni, úgy érzem. Sok sikert kívánunk majd ehhez a rendezvényhez. Érkeznek-e motorosok az idei rendezvényre? Köszönöm szépen, amikor ennek a mondjuk úgy, hogy tudományos vagy elméleti programnak vége, úgy 12 óra tájban, akkorra megérkeznek a motorosok képviselői, és ünnepélyes keretek között úgymond átadják a gyermeképség alapítványnak azokat a műszereket, eszközöket, amelyeket az ő általuk tavasszal gyűjtött pénzből vásároltak a mi kívánságunkra. Uh-huh. És a mi kívánságunk megint egy a gyermekkardiológia számára egy 24 órás vérnyomás és EKG monitor, hát az bizony 600 ezer forint. A régihez még veszünk új manzsettát, és egy manzsetta 60 ezer forint, szóval iszonyatos. És az újszülött részleg is végre kap, ami nekem már 94 óta vágyam, uh-huh. ezt a kis tologatható csecsemőkocsit, meg tudják venni a csecsemőkocsikat, kettő mert erről darabot. Ugye beszéltünk, hogy igen. az lenne a nagy vágy az igen. idén. Igen, kettő darabot veszünk, mert közben jött ennek a műszernek a hát nagy leterheltsége a régi uh-huh. műszernek, és hát bizony nagy kihasználtsága, egy kicsikét már lassabban jár, hogy így mondjam. És az ünnepélyes átadás után pedig hát az előadóknak, a motorosok képviselőinek, kórházvezetőségének egy nagyon kellemes kis beszélgetős állófogadás lesz az igazgatói irodában. Uh-huh. De, hogy senki ne maradjon éhen,
szokásos, hál' Istennek így mondhatom, hogy szokásos jótevőink, támogatóink, mi sem természetesebb módon. Egy fél telefonomra odaálltak a sorba, hogy segítsenek, és még a gyermekek, hogyha jönnek, tehát most beszéltünk arról, hogy mindenki jön, akihez gyermekek köze van, hát gyermekek is jönjenek. Rájuk mi vár az idén? Rájuk az idén, hát először is beülhetnek a ringatóra, ugye, mert az 0-tól 3 éves korig egy nagyon jó zenei nevelési mondókás program, egy országos program, és ki kell emelnem, hogy nagyon örülök, hogy sikerült megnyernem a Mártát, hát Tótnét, mert ugye ez külön képzettséghez kötött, hogy kitarthat ilyen foglalkozásokat, és nagy öröm, hogy Karcagon van ilyen. Tehát oda beülhetnek, megunják, kimennek, vagy azok az anyukák, akik akár kicsit nagyobb gyerekkel is jönnek, vagy nagymamák, szépen két előadás között kimennek, és szétnéznek az ebédlőben elhelyezett asztalokon, kóstolgatnak, és minden reményünk szerint, ha jól felerősödik a kis betegsége után népi fafaragónk, Tyukodi László, felesége, ő meg szalmafonással, meg gyöngyfűzéssel jön, ugye a fafaragó pedig fafaragás. Tehát egy kis kézműves foglalkozás is és vár bizony, a gyermekekre. Igen, és bizony még egy kis agyagozás is lesz, amelyet a Szabó Mihály ajánlott fel, és kórházi foglalkoztatókkal együtt lehet ott frissen agyagozni, megígérték, hogy kiégetik nekünk, vagy hoznak ilyen kis, hát már kiégetett kis cserépdarabokat, kavicsokat, amit a gyerekek meg csak festhetnek. Tehát azt hiszem, hogy nekik is lesz elfoglaltságuk. El lehet mondani azt, hogy mindenki megtalálja majd a neki való programot, illetve az, ami igazán érdekli. Kik a rendezvény védnökei, fővédnökei, erről mit tudhatunk? Fővédnökünk Varga Mihály miniszter úr és Dobos László polgármester úr. Most azt kell mondjam, hogy Dobos László polgármester úr nem érd el, bár nagyon megköszönte úgy, hogy polgármester helyettes Kovács Szilvike polgármesterasszony jön el. Ő viszont én tudom olyan, hogy ha van egy kis ideje, akkor végigüli és hallgatja, mert nagyon érdeklik az ilyesmik. És hát Varga Mihály miniszter úr, nem tudom, el tud-e jönni. Bizakodó állásponton vagyok, de az az igazság, hogy az ő nagy országos leterheltsége, és ha jól tudom, akkor már Budapesten kezdődnek a szalagavatók is, úgyhogy nem tudom, lesz-e ideje. És ők a mi védnökeink, tulajdonképpen fővédnökeink, és a védnökünk pedig hát a kórházigazgató úr, főigazgató úr, Nagy Mihály, aki tényleg mindig maximális támogatással, nem mondanám, hogy anyagival, mert a kórház ugye adja a helyet, adja a jó indulatot, és a lehetőséget arra, hogy azok a szakdolgozók, akik esetleg műszakban vannak, de mégis szeretnének lenézni mondjuk az újraélesztéshez, vagy egy előadásra, nem fogják hátra, ha a munkájukat elvégezték, vagy egymást helyettesítik, lejöhetnek ők is. És ki kell emelnem a dietetikai csoportot, akik mindig nagyon-nagyon tisztességesen dolgoznak, nagyon finomakat készítenek, és hát bizony nekik sincs délután munkaidejük, úgyhogy ők is pluszba bejönnek, vagy szombaton többen jönnek be, és finom, friss készítményekkel várják a vendégeket. Úgy összefor ilyenkor a kórház valahogy, és olyan jó érzés, hogy szinte jelentkeznek, hogy lesz az idén, na megyek, na akkor, akkor mit kell csinálni, mit segíthetek? Olyan öröm. Mit lehet tudnunk a jövő évi programokról? Például volt, aki már tőlünk is kérdezte, hogy nem tudjuk, lesz-e motoros futam, tehát hogy mik a tervek? Úgy tudom, hogy lesz motoros futam, legalábbis így beszéltem vezetőjükkel, hogy szándékoznak jönni, csak hát az az időpont nem lesz jó nekik a május vége felé, mert egyéb problémájuk van. Úgyhogy nagyon örülök, hogy nem arról van szó, hogy nem akarnak idejönni, hanem csak az időpont egy kicsit máskor, hát hogy később vagy nem, hát az vagy előbb, azt hiszem inkább később. Úgyhogy olyan lesz, és ennek már előre örülök, és szeretnénk jövőre megrendezni az ötödiket, már bennem megfogant a gondolat, hogy mi legyen, de nem mondom el, mert hiszen ez is tavaly az ideinek a
végső körvonala, ott azon az egészségügyi napom bontakozott ki, hogy na, most már a több közül ezt választom. De ennek az időpontja se a szokásos késő ősz lesz, mert ha reményeink szerint a kórház ápolási igazgatósága lakosság szűrési alkalom finanszírozására pályázik, tehát ilyen egészségnapszerű, hogy vérnyomásmérés, testzsúly, testzsír, vércukor, stb. Egészséges ételek bemutatójával együtt, és ők tervezik azt, hogy talán jó lenne a kettőt összehozni, a gyermekegészségügyi napot, meg az ő programjukat. Ők mindenképpen jobb időbe szeretnék, amikor lehet egy kicsit mozogni is, meg nem kell ennyit öltözködni. Hát amilyenk később van, hát valahogy a közepén majd meg lesz. Hát sok sikert kívánunk ehhez a rendezvényhez. Főorvos asszony, még arról beszélnünk kellene így a végén, vagy szeretnék arról még egy pár szót ejteni, hogy a karcagiak, akik esetleg nem tudnak erről, ők is tisztában legyenek vele, vagy tudjanak róla, hogy főorvos asszony a közelmúltban két elismerést, két kitüntetést is átvehetett. Az egyik egy minisztériumi volt, a másik pedig egy megyei, ahol volt szerencsénk találkozni. Milyen kitüntetések voltak ezek? Gratulálunk hozzá ezúton is. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg meglepetésként ér, de elcsordult a lelkem, amikor megkaptam az értesítéseket. Hát egyrészt köszönöm azoknak, akik felterjesztettek. Nyilván akkor valamit nem csináltam teljesen rosszul a 31 néhány év alatt, úgyhogy kaptam egy egészségügyi minisztériumi díszoklevelet, és valóban ez a parlamentben, nem, az egészségügyi minisztériumban volt, és hát nagyon kellemes volt találkozni régi ismerősökkel is, meg hát egyáltalán olyan felemelő volt ott lenni, és megkapni ezt a kitüntetést, meg kézfogást, és a megyei önkormányzat, illetve hát a képviselőtestület adományozta nekem a megye egészségügyi díját. Egy gyönyörű szép plakettel, fogadással, csupa ismerős, szinte egy kicsit most is livabőrös vagyok, nagyon kellemes volt, és hát nagyon-nagyon jó érzés. És úgy gondoltam, hogy akkor rögtön, hogy ó, Istenem, hát de jó, hát érdemes volt, és egyszer csak észreveszik, hogy az ember valamit szeretne előrevinni. Persze mondom, hogy hát azért nagy elismerés az, amikor a gyerekek nap mint nap visszajeleznek, az is óriási öröm, de azért jó, hogyha látja az ember azt is, hogy a kívülről ránk nézők is azt mondják, hogy hát tényleg jól csinált egy-két dolgot, és néha érdemes ráhallgatni. Aztán meg azért az is eszembe jutott, hogy hát ha azért kaptam, hogy jól van, eddig eleget csináltál, most már pihenj. Nem így de van hát ez. Valahogy azért ez a felkérés megint csak kibudjan belőlem, ez a negyedik alkalom. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további sikeres munkát kívánunk, és látogatóktól hemzsegő rendezvényt a jövő hétvégére. Köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm én is, és sok szeretettel hívom a televíziót is, köszönjük és szépen. Minden kedves nézőnket. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.